Most telefonáltam be, hogy merre vagy, azt mondják, már rég kijöttél. Mondom, menjek, ne menjek, jó? Megraboltál a macskát? Nem tudom, már megy ott régóta. Jaj, Danika, meg ne féljél, menjünk valam. Csak ilyenkor nem az a baj, nehogy ide jöjjön errefele kis fengol, de nem. Jaj, takarítám, nem. Ezt tudom, de már egy órája. Don Sergio. Nagy homok vagy kicsi? Nagy homok kicsikén, persze. De a dvornyiki már utána a kis homok. Tehát igazából többet megyünk ma a kis homokon. Van egy-kettő kivétel, a Blacky meg a Bytrek is a nagyon ment, ő is a nagyon megy. Ezt miért csinálja, ezt nem tudom, most már második nap. Úgy tehát, nagy homok, és hallod, minimál überke, de überke, nem ugyanaz a galocs, ez jöhet a kis homoktól. Menjél, drágám, fel akarlak venni, haladjál. Utána jöhetsz a Vivával, kis homok! De itt vagyok. Don Sergio. Ez ilyenkor, amikor mennék be az istálóba, nem tudok, mert le van egy kis lattocska, mennék be, de már jön valaki egyedül, vagy ketten, vagy nem tudom, hogy hogyan. Úgyhogy vagy itt vagyok, vagy ott vagyok. Két helyen egyszerre nem tudok. Most is már majdnem indultam be, de aztán megjelent Kata, aki persze ki volt adva utasításba jön a Don Sergio-nal, csak nem tudtam, hogy mikor. Belefér-e, hogy bemegyek-e, vagy sem. Nozi, hogy mutassam meg az új sapeszomat? Elég büszke vagyok rá. Lee Chapez. 3 hét volt, míg megérkezett, de megérkezett. Nagyon jó. A boss sapkámat viszont elhagytam valahol, és az volt a legkedvesebb sapkám. Imádtam. Azt nem találom. De ideje, ez megvan. Szerintem jó, mert volt egy kék sapkám, a kicsik rábeszélték, hogy apuci, vedd meg, ez nagyon jó. Fővettem a fejemre, nagyon jó volt. 2 nap múlva valaki szólt, hogy te nem kicsi ez a fejedre. Na, azután nem tudtam felvenni. Úgyhogy most a Mira lányom hordja a kék sapkámat. Övé lett. De imádom őket, 2 majmot. Istenem. Hát ők éltetnek, meg a lovak. Biztos.